Húsvétváró rendezvény helyszínéül szolgált Dombóváron a helytörténeti gyűjtemény udvara. A szervezők igyekeztek minél több színes programot összeállítani az érdeklődők számára, tudtuk meg az igazgatótól, Müller Ádámtól. A könyvtárosok készültek egy nagyon helyes kis fonalból báránykát lehet készíteni, aztán Miklós Edit vezeti a nemezelő foglalkozást, ő egyébként a művöltési házban szakkört is működtet, tojást is lehet festeni, és azon kívül Dám Ildikóval pedig ilyen kis ékszereket lehet készíteni. Hagyományosan Stemler József Kapos polgármestere szokta hozni nekünk a nyuszikat, és ez most is így van, kettő nagyon kis barátságos nyuszit lehet itt a ládában megsimogatni. A tojásokat a művelődési központ dolgozói készítették elő a húsvétváró foglalkozásra. Hagyományos eszközök kerültek elő a tojások díszítésére, melyben Molnár Éva nyújtott útmutatást az érdeklődőknek. Kétféle eszközt hoztam a hagyományos gicát, meg amit a kisebbek is tudnak használni, ez egy ilyen gombostű fejes eszköz. Itt láthatjátok is, ahogy a kisebbek a gombostű fejjel dolgoznak, ezzel csak pöttyöt és vonalkát lehet rajzolni, és ilyen egyszerű mintákat lehet belőle összeállítani. A nagyobbak már a gicát is kipróbálhatják, ugye ez a hagyományos íróka. Viasszal, forró viasszal rajzolunk a tojásra, és hát a minta kincs az ugye kimeríthetetlen. Nagymamák visszaemlékeznek, hogy a dédi is így festette gicával, hogy meg egy nagymama mondta, hogy a padláson még megvan minden eszköz hozzá. Hát nem nagyon gyakorolják ezt ma már, de azért a óvodákban, iskolákban a gyerekek már, vagy ilyen alkalmakkor, tehát hogy felrémlik, hogy ilyet csináltunk, ilyennel próbálkoztunk. De azért elég nagy kitartást, türelem kell hozzá. A délelőtt ráhangolódást jelentett a családok számára, ahol a kézműves foglalkozások mellett nyuszi simogatási lehetőséggel is szívesen éltek a legkisebbek. Az is kiderült, hogy a legtradicionálisabb húsvéti szokásunkról sem feledkeznek majd el az ifjak. Mi egy ilyen nagy emeletes házban lakunk, és a szomszédokat szoktam locsolni, és a verset, amit szoktam mondani, az az, hogy zöld erdőbe jártam, kék virágot láttam, el akart hervadni, szabad elocsolni. Dombóváron igazi tavaszi környezetben volt lehetősége kicsiknek és nagyoknak arra, hogy a húsvét ünnepére hangolódjanak, akár csak Lápafőn, ahol az önkormányzat ajándékokkal is készült a falu aprájának. A mi településünkben, mint minden ilyen kis lélekszámú település életében nagyon fontosak a hagyományok, így ez a húsvéti is, és ezért igyekeztünk az idén is megszervezni, bár ennek lett volna egy kis előzménye is, mert olyan anyagiakból tudtuk ezt lebonyolítani, amelyet tavalyi évre pályázat úton nyertünk. Minden kis település pályázhatott 1 millió forintra, amiből ilyen közösségépítő rendezvényeket tudjon tartani. Tavaly ennek a mellettem lévő játszótérnek az átadásánál egy részét felhasználtuk, de a második részt nem tudtuk felhasználni, mivel a pandémia miatt a szokásos évzáró, évbúcsúztató ünnepségünket nem tartottuk meg. Ehelyett most kibővítve tartjuk meg a mostani húsvéti rendezvényünket. Számunk 160 körül van, ebből most per pillanat a óvodás, általános iskolás korú gyerekek között 40 darab húsvéti csomagot osztottunk szét. Ez mutatja azt, hogy nagy az utánpótlás, van büféasztalunk, ahol per pillanat palacsintával kínáljuk a vendégeinket, aztán délután 13-kor pedig a község lakóit megvendégeljük egy főétellel. A lápafői gyerekek a kézműves foglalkozás mellett örömmel vették birtokba azt a sok népi játékot, amivel az önkormányzat készült. Karkötőt fűzünk, meg játszani fogunk, és én játéklovakat kértem húsvétra. Jön a húsvéti nyuszi, és lehet sok cukorkát enni. A fiúk Lápafűn is készültek a locsoló versekkel, hiszen a hagyományt fontosnak tartják. Elindultam locsolkodni, harmadcseppet szórt a rét, vadvirágok illatával megtöltöttem az edényt. Térdig koptattam a lábam, úgy siettem hozzátok, reméltem, hogy itt állom majd a legszebb virágot. Megtaláltam, hervadozik, és ez bizony nem mese. Ezért kértem a virágtól. Meglocsolni szabad-e? A családok örömmel tettek eleget az önkormányzat meghívásának,
A gyerekek mellett a szülőket is boldogsággal töltött el az a figyelmesség, amit az ünnep előtt tanúsított a település önkormányzata. Úgy láttam, nagyon sokan örültek neki, meg is lepődtek, meg nem számítottak erre. Ezt a nagyon szép programot összehozta, nagyon szépen köszönjük, így magam nevében is, meg az egész lápafői lakosság nevében köszönjük ugye a közönkormányzatnak. Nagyon szépek ezek a játékok, amit ide hozott. Élvezik a gyerekek, nagyon úgy látom, szerencsé az idő is kedvező hozzá. A lápafőn nemrégében átadott játszótér környezetében megtörtént a növények telepítése is, ami kitűnő helyszínéül szolgált a húsvétváló rendezvénynek.